Ezek a felvételek 2018. júliusában készültek. Akkor érkezett vissza a negyedik ipari nagyjavításon átesett Mi-17-es helikopter az oroszországi Novoszibirszkből. A gépeket eredetileg szállítási feladatokra tervezték, azonban a típus a honvédség legsokoldalúbb légijárműve, ezért sokszor használják őket más feladatokra is. Olyan rádiótechnikai eszközeink vannak például, ami egyrésztről a magyar honvédség, illetve a NATO haderőknek az összes katonai egységével kommunikálni képes, de ez nem elég, hiszen ez kutatómentő szolgálatot is ad, tehát a civil légijárművekkel is beszélnünk kell, mind a katasztrófavédelemmel, mind pedig a légirendészettel képesek vagyunk állandó kapcsolatot fenntartani. A csapat és teherszállító helikopter 24 katona szállítására alkalmas, és összesen csaknem 7 tonna a teherbíró képessége. A napokban újabb, ezúttal 4 Mi-24-es harci helikopter tért vissza az oroszországi nagyjavításról. Ezzel 8-ra nőtt azon forgószárnyasok száma, amelyek felújításáról korábban a Magyar Honvédség döntést hozott. A teljesen újraépített és korszerűsített gépek így még 1000 repültórát vagy 7 évet szolgálhatnak a honvédségnél. A gépek színe is megváltozott, a korábbi terepszín helyett zöldes grafit szürke árnyalatot kapott. A Mi-24-es gép egyébként a Szovjetunióban kifejlesztett, majd a szovjet légierőben 1976-ban szolgálatba állított harci helikopter. A 24-eseket a Kecskeméti MH-59 Szentgyörgyi Dezső repülőbázison a nehéz teherszállítókra tették, és közúton kezdték meg átszállításukat a szolnoki helikopterbázisra, ahol rövidesen újra teljes pompájukban emelkedhetnek a levegőbe.